Juhi. Odne. Odne Nem kérek több kérdést. Nagyon jó kérdés, atya úr is. Nagy találtátok ki kérdést. Te jössz a válaszsal. Én nekem biztos, hogy nem Istennel kapcsolatos dolog. Jó, hát azért nem egyszerű kérdés, úgy gondolom. Én nem vagyok vallásos, nem vagyok megkeresztelve. Én nem mondanám, hogy van Istenem, de hiszek. Tehát, hogy vannak spirituális dolgaim. A hit az arról szól, hogy az ember hisze valamiben. Én úgy gondolom, hogy hiszek, de nem tudnám most megmondani, mi az. Többféle fogalom van ehhez kapcsolatban, hogy a hit az ember valamiben hisz. Istenekbe, tárgyba, eszközökbe. Ez a hit körülbelül, az én szemszögli. Hit az lehet szerintem egy fogózkodó, sok embernek a reménye. Nem tudom, az a elgondolás, hogy amit szeretnél megtenni, az úgyis fog történni. Higgyél valamiben. Egy olyan fogózkodó az embereknek, amihez esetleg nyúlhatnak a nehéz helyzetekben. Én azt gondolom, hogy mindennek van valami oka és van valami kiindulási pontja. Tehát a dolgok nem véletlenül történtek, el tekintetben én hiszek. Igen. És ti hisztek valamiben? Én leginkább magamban. Na, hiszem. Változásban. Magamban. A kényelemben például, igen. Hiszem azt, hogy ugyebár létez, van valami felsőbbrendű dolog, ami ezt az egészet ugyebár irányítja és véghez vitte, de viszont ami sajnos egy kicsikét elszomorít, hogyha ez létezik, és van, akkor miért van az, hogy ennyi probléma és fájdalom van a világban? Jó, hogy úgy hit, na, akkor mondjuk meg van kavarva a dolog, akkor átvariálom a dolgot, másféle hit, tehát akkor a kényelem az akkor nem... Az ember sok mindenben hisz, de vagy minden másokat inni a családból gondolom. És szoktál imádkozni? Hát, helyek közel így. Nem igazán. Nem nagyon. Szoktál imádkozni? Nem szoktam imádkozni. Maximum kétszer évente. Van egy olyan mondás, hogy végül is általában az az ember is, aki nem hisz Istenben és nem hisz ebben az egészben, ha bajban van, mégis Isten segítségét kéri. És mi az az imádság? Hát az imádság az a vallásoknak egy módszere arra, hogy saját maguk elképzelett módján kapcsolatba kerülnek ezzel valakivel, a végtelennel, vagy az Istenükkel, vagy valami. Az valami olyan dolog, amit beletettek az embereket, hogy ne kelljen semmit csinálniuk, hanem imádkozniuk, és akkor majd biztos minden jobb lesz. Elvileg így Istennel kommunikálsz el. Igen, amit össze így elmondanak a gyerekek, és akkor attól virálomnak lesznek, és jó kedvűek. Az imádság, hát talán leginkább úgy mondom, hogy a lelkünkben lévő dolgoknak a kinyilvánulása. És olvastad már a Bibliát? Nem olvastam. És tudod, hogy mi az? Katolikus vallásnak én úgy gondolom az alapköve, ami jó régen lett megalkotva. Nem látok magam olyan feliratot, hogy teljesen retardált lennék. Vastag nagy könyv, amiben sok legenda van, vagy igaz történetek. Hát ugyebár sokan azt mondjuk, hogy bár Istennek a leírt szavai, amiket ő elmondott. És ő látta már Biblián? Látta, ki is olvastam a Bibliát. Tényleg? És mi van benne? Hát végül is szerintem erkölcsi normák, amit hogyha mindenki tényleg betartna, tényleg szép és jó lenne a világ. Gondolom ez valami az egyes vallásoknak a hittétele abba szerepel. És ilyen sztorik, amik például szolgálhatnak az emberiségnek. Hát a vallás alapján. Igen. Isten szava. Hát ószövetség, új szövetség, ilyen. Vannak benne olyan dolgok, amik ugyebár mai világunkkal kapcsolatos és hihetetlen, hogy ezt már ezelőtt tudták, hogy mi fog megtörténni. Egyrészt, illetve, hogy milyen lesz ez az egész. A világ legjobb bestseller. Abban van az ember teremtése leírva. Ez egy fontos könyv, vannak benne érdekes és fontos üzenetek. Érdemes betartani a legtöbbét. Az ige. Igen.